A szeptemberi jó időben igazán megtapasztalhattuk az őszi napok szépségeit. Arról kérdeztük a járókelőket, kedvelik-e ezt az évszakot, és ha igen, miért? Már mutatjuk is a válaszokat. Ön mennyire kedveli az őszt, mint évszakot? Ez a kedvencei közé tartozik? Szeretem. Minden évszaknak megvan a maga szépsége. Most az őszszála, lehulló fa levelek, vörösbe, sárgába játszanak. Ez is nagyon szép. A tavasz az azért szép, mert újra élad a természet. A nyár az is jó, lehet virágokat ültetni, öntözni, örülni a kártnak, de ilyenkor is lehet. Ilyenkor is nagyon szép. Én nagyon szeretem a lávélszőnyeget a mindenféle színben. Most október elején van az idősek világnapja. Ez mit jelent az ön számára? Hát erre még nem is gondoltam, hogy mit jelent. Valahogy ez olyan folyamatosan megy az életem, hogy én erre nem is gondoltam. Pedig hát ugye kellene annyi időskorban már gondolni, de mindig elfoglalom valamivel magamat. Mindig van nekem dolgom, inkább időhiányba szenvedek. És hogy mit jelent? Nem is tudom. Nem tudom megfogalmazni magának, hogy mit jelent. Talán az álmullást, a régiákra, szülőkre gondolást. Aztán arra, hogy még mit tudok megcsinálni azután, amíg élek. Ön miért szereti az őszt, ezt az új évszakot, ami most beköszöntött? Hát nagyon egyszerű, mi a vadászember vagyok. Ilyenkor van a szarvasbőgés, ami Magyarországon a vadászatnak a csúcs pontja is. Ha másért nem emiatt, de egyébként is nincs ma olyan meleg, mint nyáron, élvezhetőbb a klíma. Kedvenc évszaka, lehet ezt mondani? Azért nem, mert inkább a tél a kedvencem, de szeretem nagyon az őszt, és igen. Mit jelent önnek ez az évszak? Hát sok munkát, kertben meg mindenhol általában. Tehát nyárat jobban szeretem. Nem tudom, hát minden őszre végződik a sok munka, család, kirándulni már nem lehet. Jeles ünnepek is vannak, így október elején zene világnapja, idősek világnapja. Mit mond ez önnek? Nem sok időm van mindenre, mert nagy a család, aztán nem, annyira nem. Meg hát nem kocsihoz vagyunk ködve, aztán nem mindig vannak itt a gyerekek. Önnek kedvenc évszaka az ősz? Vagy? Abszolút, annál is inkább, mert ősszel születtem. Szeptemberben, úgyhogy mindenképpen igen. És miért kedveli ezt az évszakot? Hát azért, mert szeretem a hűvöst elsősorban, szeretem a színeket, a természetet, úgyhogy szerintem az egyik legszebb. Túrázás, kirándulás belefér az idejébe? Persze, persze, bringázás, kanyoning, igen, abszolút. Én szeretem az őszt, mert akkor van a születésnapom. Ezért szeretem, és meg a gesztenyék miatt, éppen most szerettünk a barátommal. És hogyha a kedvencet kell választani, akkor az ősz benne van azért? Igen, az ősz. Igen. Kimondottan az ősz? Igen, meg a tél, de a nyár se rossz, a tavasz. Én összecset kedvelem. És mit szeretsz a legjobban csinálni ilyenkor ősszel? Gesztenyét gyűjteni, meg ugye az iskolában a havarokkal találkozni tél után is akár. Önöknek mit jelent az ősz, és mennyire van benne az őszben az, hogy ilyenkor van egy kis idejük eljutni valahova, egy kicsit nyaralni, egy kicsit pihenni? A nyár az unokáké, az ősz a miénk. Ilyenkor tudunk nyaralni menni, üdülni. És hogy választották Sümeget? Jártunk 2 évvel ezelőtt, meglátok a kapitányszállót, és azt mondjuk, hogy gyerjük ide. Ez az igazság. Ön miért szereti az őszt? Mert se nem hideg, se nem meleg, olyan kirándulás. Való. Leginkább mi szeretünk kirándulni, ma Szigligeten jártunk, megnéztük a várat. Hát szép volt, egy kicsit meredek, de szép volt. Esetleg programokra is jut idejük? Most ugye október 1-e a zene világnapja. Hát
itt, ami most a hotelben van program, azokat azért elmegyünk, azt megpróbáljuk, és még következő napokban szintén szeretnénk egy-két várat megmászni. Nem tudom, Tátika? Meg Rezi. Hát ez van terv. Hogy akkor azt... amíg tehetik a szabadtéri programokat, részesítik előnyben. Igen. Az idő engedi. Az idő engedi most, akkor menjünk párat nézni.